Idén is lesznek múzeumpedagógiai órák Karcagon. Tavaly is több száz óvodás, általános és középiskolás vett részt a közgyűjtemény foglalkozásain. Bár a program egészében zajlik, a legtöbb gyermek a nyári táborokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon vesz részt. Ezek úgy működnek, hogy nekem a legfontosabb az, hogy játszunk a gyerekekkel. Tehát valamennyi tudást is igyekszek nekik átadni, de én azt szeretem, hogyha ők úgy mennek el, hogy szeretnének majd legközelebb is visszajönni ide a pedagógusokkal együtt. Interaktívnak is lehet mondani ezeket a foglalkozásokat, mert ez egy kölcsönösség közöttünk. Én ugye játékos formában megpróbálom őket mozgásra is bírni, hogy használják a hallást, a tapintást, akár a szaglóérzéküket is, és így egy kicsit bevezetni őket a Karcag múltjába, és megismerni az itt kiállított tárgyakat, például a vitrinekben látható tárgyakat, eszközöket, hogy azokat anno mire használták, mi volt ezeknek a funkciójuk. Úgyhogy így szoktak kinézni ezek. És a végén egy kreatív foglalkozással szoktuk lezárni a múzeumi órákat. El szoktunk készíteni egy kis vagy emléklapot, vagy egy könyvjelzőt, vagy egy kis bárányfigurát, vagy ehhez hasonló kis emléket a gyerekeknek, hogy majd visszaemlékezzenek az órákra. A foglalkozások minden esetben kreatív tevékenységgel fejeződnek be. A gyerekek saját kezükkel készítik el azt az emléktárgyat, amit aztán haza is vihetnek. Emléklapot, könyvjelzőt csinálnak maguknak. Például azt nagyon szeretik, amikor van ilyen tárgy megtaláló játék, bizonyos hangokat lejátszok nekik a laptopon, és ahhoz a hanghoz meg kell találniuk, hogy abban a teremben melyik tárgy kapcsolódik, és akkor arra rá kell mutatniuk. Van, hogy ahogy a parasztházban a vetett ágyra gondolok, és akkor egy horkolás hangot lejátszok nekik, és akkor ugye onnan tudják, hogy én az ágyra gondoltam. Tehát ezt nagyon szokták szeretni, és a pásztor teremben is a vitrinekben lévő tárgyaknak a hangját azt én felvettem, a használat közbeni hangjukat, és annak alapján kell nekik megtalálniuk a vitrínben azt a tárgyat, aztán megbeszéljük, hogy ez ténylegesen mire volt használható. Ezt nagyon szokták szeretni. A Karcagi Múzeum pedagógiai foglalkozások híre régen átlépte a város határait. Már nem csak a környező településekről érkeznek óvodás és iskolás csoportok Karcagra. Tavaly például több mint 100 debreceni általános iskolás tanuló vett részt a Karcagi Nagykun Múzeum foglalkozásain.